Az elmúlt hetekben ismét megnőtt a migránsok száma Észak-Vajdaságban. Szabadkán, Magyarkanizsán, Horgoson, Martonoson és Majdány Rábé térségében kisebb-nagyobb csoportokban naponta látni illegális bevándorlókat. Pontosan egy héttel ezelőtt migránsok nagyobb csoportja indult el Kelebia irányából a magyar határ felé. A pár száz fős csoport a Majdán-tónál gyülekezett, majd megindult a kelebiai kerékpárúton. A csoportban a felpakolt fiatal férfiak mellett nők és gyerekek is voltak, a magyar határkerítéshez vonultak. A bevándorlók akkor azt mondták, hogy addig maradnak, amíg át nem engedik őket. Később a szerb rendőrök autóbuszokra terelték a migránsokat és befogadó központokba vitték őket. Most a szerb-magyar határon találkozott a két ország belügyminisztere. A téma a migráció és a határellenőrzés szigorítása volt. Nebojsa Stefanovics kifejtette, Szerbia nem akarja, hogy szűk garattá váljon, és innen ne tudjanak a bevándorlók tovább menni. Azt mondta, az ország megerősíti a saját határai védelmét. Za nas je uspostavljanje čvrste kontrole na našim granicama, ozbiljne unapređenje kapaciteta granične policije, suzbijanje kriminaliteta ne samo vezanog za migracije, već uopšte, jedan od apsolutnih prioriteta naše zemlje, a naravno prvi prioritet Ministarstva unutrašnjih poslova. Stefanovics hozzátette, értékelik, hogy Magyarország és az Európai Unió segít az illegális migráció megállításában. A szerb miniszter leszögezte, az ország felelősségteljesen viszonyul a menekültekhez, de nem tolerálja a bűncselekmények elkövetését. Pintér Sándor a találkozón elmondta, kiváló az együttműködés a két ország kormánya között, 20 magyar rendőr segíti a szerb határrendőrök munkáját, mondta a magyar belügyminiszter. Tovább fejlesszük a közös járőrszolgálatot, ennek a közös járőrszolgálatnak a későbbiekben a Tisza vízi területére is kiterjesszük. A két miniszter találkozóján tárgyaltak a rendes határforgalomról is. A szerb belügyminiszter megköszönte magyar kollégájának, hogy a nyári és a téli csúcsforgalom idején megértést tanúsítanak, és felgyorsítják az átléptetést az ünnepek alatt.